Na, tegnap először raktam ki hibásan egy anyagot hajnalban, úgyhogy gyorsan újra kellett töltenem. Emiatt most kis csúszásban vagyok. A többiek, Gergőék ma Debrecenbe mennek gyűjteni. A Dóri velük ment, úgyhogy arról is lesznek anyagok remélhetőleg. Nekem viszont be kell mennem az irodába segíteni Szuzinak telefonálgatni, mert ott viszont most túl kevés az ember. Tehát ez a mai adás, ez félig Debrecenben, félig pedig az irodában fog játszódni. Sziasztok! Nagyon tetszik az, hogy az örök életet hirdetitek, mert én is ezt hirdetem, és hiszem, hogy Jézus Krisztusban örök életet kaptunk, és ő nagyon szeret minket, és titeket nagyon szeret. Nyilván minél több béke mehet van, az mindig csak jó egy ország. Isten! Így megnyomod, nem? Közben becsuklom? Aha. Annyira megnézném a többi pártnak az ilyen pártautóját, amiben járják az országot, hogy abba sincs fűtés. Kartont az elejére, hogy ne jöjjön be a levegő a motorba. Lehet, hogy tudsz fűteni a kocsit. Hajdobihan megyek, kettes számú választókörzetének magyar kétfarkú kutyapártos jelöltje vagyok, és fafej. Úgyhogy én azt mondtam, mivel fejembe vettem, hogy nekem meg lesz az 500 aláírásom, megyek, és meg lesz. Debreceni elnök pártelnök simogató aláírás gyűjtéssel egybekötve ez fog itt történni. Panelházakat fogunk megrohamozni, menjétek segítségi a... Aláírásokat gyűjtünk a választásra, be tudsz tudni engedni a lépcsőházba? Ó, hát akkor megpróbáljuk másnál. Köszönöm szépen! Szia! A két napot ugye párt megírtuk a ráírásokat. Köszönöm szépen! Akkor... Gyorsan, már legyen két darab. Két néni dobott ki az ablakon, mondta, hogy nem írok alá semmit. Sajnos már nem. Lehet több helyre is lehet írni. Nem, százszerzek. Mi ezt csináljuk két hete. Bárhány pártak alá lehet írni. Mert kettőre nem lehet úgy tudni. Esküszöm, hogy tényleg így van a törvény, hogy... Lányom itt van egy napot. Kopogtatni sokkal jobb, mint a standoknál állni. Eleve a házban meleg van, és ügyes vagy, akkor mindenki aláír. Melyik párt? A Fidesz? Nem. Akkor viszontlátásra. Jó, akkor a Fidesz. Nem, viccelek. Akinek van kutyája, az eleve aláír, ketten is megörültek, hogy kutyapárt, és azt tudták, hogy mi az, de volt kutyájuk. Egyiknek sajnos most halt meg nemrég, de ők emiatt aláírtak. Jó, kutya se ír alá? Az lehet. Egy mancsodon. Megkérdezzük a kutyát. Akárhány pártnak tudsz aláírni. Ugye? Jó. Sajnos messzülő eljöttek. Hát igen, most lejöttünk segíteni a debreceniaknek. Mi a választásokra gyűjtünk ajánlásokat a két falkú kutyapártnál. Oké, okay. az jöhet. Szuper. Köszönöm. Csoka. Kívánok. Mindenre ismerős. Na, miért ne tessék meg magukat? Ah, sík. És ide kell egy aláírás. Helyzet, hogy 3 óra itt vagyunk a főtéren. A McDonald's-al szemben. És nagyon hideg van. Hideg van, igen. De be kell fejeznünk az aláírásgyűjtést, mert hogy már volt egy hölgy, aki nem tudott aláírni, mert elfogyott minden egyes üres rubrika, amivel a mai napra készültünk. Szóval nagyon ez szépen van. Köszi Szombathely, köszi, jövünk köszi. Holnap is, sziasztok! Szia! Ciao. Oké, Pécs, kitartás, villanyoszlop, legyen, nyomassad, ha akármit mondanak a közteresek, majd megtanítjuk őket a törvényre. Már jutott, csak megtanulják mindenhol, Dél-Magyarországon is.